Ez az a lemez, bazd meg egyébként. Szerintem a legjobb a Mortis lemez, és ez az, amit ahol még a... Még a bónusz daltól is megnyerem a kon végén, bazd meg. Na. Szavaztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk az Amorphis legújabb lemezét, és ugye nálad a 18-as az év lemeze lett. A Queen of Time, igen, és... Úgyhogy én most itt a háttérbe is húzódnék, aztán engedem, hogy kiteljesedjél. Nem tudom, elüljem-e a poén, csak február van, de lehet, hogy ez is az lesz, bazd meg. Hát figyelj! És akkor a körsél ide létszes, mondtad, hogy be fogod mondani adásba, hogy mi volt az első reakció erről a lemezről, így, hogy kedves, hozd meg velem is, már elfelejtettem. Az... Már csak a tömény zsenialitásra emlékszem, hogyha a Halo-ra gondolok. Az első... Nem esélyhet Halo-ra, amíg egy szívünk. Innen, mikor a legutóbbi session után mentünk haza, akkor berakta nekem, mármint a lemezt, és azt hallgattuk hazafelé, és mondta, hogy hát ők már meghallgatták járatban a lemezt, és hát jó, van rajta egy-két jó refrén, de azért messze elmarad az előzőtől. És akkor mekkorát fordul a világ, ha még 3x4x8-szor rámegy az ember, tessék, parancsolj. Hát ha még a világ a sarkaiban van, akkor ez egyelőre nálam, ahogy te mondtad múltkor az Enterprise csillaghajóra, hogy az év lemeze, Spock metára. Igen. Akkor én erre mondom azt, hogy nálam eddig az év lemeze. De olyan szinten, hogy nincs be az meg kérdés. Semmi? Semmi. Ugye az Under Red Cloud-dal 2015-ben megkezdett album trilógiát ezzel zárták le. És valóban ez a három lemez eléggé koherens képet mutat, mert nagyon hasonló a megközelítés is, a zenei világ is nagyjából egy kaptafa, amit ugye Judsonnek a 2005-ös becsatlakozása óta már tökéletesítget és csiszolgat a csapat. Mennek egyébként nagyon-nagyon keményen az oda-vissza utalások korábbi lemezekre, például a legelső dalban, a North Wars-ban, ami túl azon, hogy mindent beleraktak, még orgona szóló is van, meg női vokális, Noah, csak elfelejtettem. Gurman. Noah Gurman. Noah Gurmantól, igen. Túl azon ugye két korábbi Amorphis lemeznek a címe, a Circle és a Silent Waters is felhangzik, mind a kettő Judsonos darab. És elég érdekes az Amorphis szövegvilága, mert ők nem saját maguk írják a dalszöveget, illetve hát lefordítják. Egy puskáznom kell, bocsi a finn nevek tekintetében, egy Pekka Kainulainen elnevezésű finn költőnek a Kalevalán alapuló műveit fordítgatják ők bőszen angolra, és ez adja a szövegeiket lényegében túlnelástúl, mindenestül, de egyébként ők a kezdetek óta ezt a finn monda világot vallják, csak ugye az előző énekes Pasi Koskinen még írt úgymond rendes szövegeket is saját kútfőből. Jó, hát na, azt a Freudit, bazd meg! Nagyon jó. Jó, bocsánat, igen. Jó, valamilyen szintet... Nem kell szövegeket olvasni hozzá, hogyha nem akarsz ezen fönnakadni. Hogyha csak a zenére akarsz fókuszálni, meg a Judson dallamaira, meg a zenére, ugyanúgy működik a zene, tehát nem kell ez a kicsit már tényleg. Kicsit olyan ez, mint a Krishna zenekaroknál, nem? Igen. Csak ez nem olyan szintű papolás, hanem másmilyen szintű papolás, de meg nem is igazán papolás, hanem már kicsit egy kaptafa, de a másik serpegyő meg ott van az, hogy minden nép számára különleges a saját mondavilága, és, minden alkalom szerintem üdvözítő és különleges, amikor egy nép a saját mondavilágát ápolja, akár úgy, mint hogy itthon a darjadra teszi, akár ugye egy Finnországban az Amorphis. És ha már Pasi Koskinent említettem, akkor én azt veszem észre, amit nem is értek igazán, hogy a kommentek olvasása közben nem tudják sokan hova tenni azt, hogy nincs már Koskinen, ugye, aki a Tuonelán meg a klasszikus középkorszakban énekelt, és én meg azok közé tartozom, akik szerint a banda a legjobbat
nyerte azzal, hogy annól bevették Jutsen, mert a Pali egy zseni. És itt meg főleg a csúcson van. Tehát tényleg igazából először meghallgattam a lemezt, és így felületesen tetszett. Való igaz. Uh-huh, való igaz. Uh-huh. Nem éreztem akkorának a Jutsen dallamait, mint a Queen of Time-on, vagy még inkább az Under the Red Cloud-on régebben, ami hatalmas kedvenc nálam, szerintem a legjobb Amorphis lemez egyébként, a címadó, az a lemez tényleg, ahol még a bónusz nóta is olyan, hogy áll tőle a pajszer, mint a fagyott kutyaláb. Hogy klasszikust idézzek. Igen. Ugye én itt a Winter Sleep-re gondolok egyébként. És egy egész negyedi ének stílusa van Jutsennek, azért is, mert nem használ, ahogy megfigyeltem, nem használ vibrátókat az ember. Uh-huh. Ja. Te is így, nem értek hozzá, mert dobos vagyok, azért kérdek egy énekest, hogy így van-e? Tehát, hogy egyenesen énekel, hogy nincsen benne azért... Amennyire én emlékszem, igen. De megmondom őszintén, ebből az aspektusból nem hallgattam éppen, de amúgy igen, valóban talán. És nekem lehet, hogy pont ezért tetszik igazán, mert így annyira természetesnek és magától értetődőnek hat, amit énekel. Tényleg, mint hogyha egy régi jó barát sztorizna a füledbe, akit szívesen hallgatsz meg bármikor. Nekem ez volt a hörgésre meg, hogy hazabeszélek picit Mikus Tomi az agregátorból. Ezt nem párhuzamként hoztam föl csak. Még néha a szótak kiosztás, meg a technika is hasonló. Uh-huh, uh-huh. Nem tudom, néha nekem kicsit pátoszos. De ne, nem is az, inkább túl pátoszos, inkább azt mondom, túl pátoszos, mert igen, tehát hogy benne van, hogy az, csak kicsit túltolja, de ettől függetlenül egyébként nehéz elvenni azt, hogy iszonyatos refréneket sikerült megint főpakolni a lemezre, és szerintem két baromi nagy erőssége van az Amorphisnak, az egyik azok a refrének, uh-huh. A másik meg az intro gitár téma. Igen, jó, de ahogy most ahogy most mondtad, már ki is ráz a hideg, de majdnem az összestől. És hozzátenném egyébként azt így zárójelbe csak, hogy azért a hatodik, hetedik dal ugyanúgy indul, ugyanúgy intro gitárdallam, aztán megint ugyanúgy a hörgősének, aztán megint a nagy refrén, aztán még egyszer. Egy idő után kicsit repetitív, viszont annyira jók a dallamok, hogy nem érdekel. Tehát, uh-huh. Hogy én is úgy voltam, de bazd meg, ez is jó, meg ez is jó, meg ez is jó. Tehát, igen, hogy igen. Ennyi. Igen. Ez az, amikor látod a hibákat, de olyan jó szopik. Igen. Bury Tomorrow. Tudom, hogy minden dal ugyanaz, de annyira jó, igen. Hogy így... Na, az Amorphis az én Bury Tomorrow. Ja, igen. De konkrétan. De... Nagyon jó. Igen, ez is klasszik. Jó van. Ma ilyenekkel leszünk tele, ma úgy néz ki. Ilyenekkel. Ha már dalok, néhány dalt emeljünk még ki. Hát a The Moon-ról azt mondtam, hogy ennél csak erősebb dal legyen a lemezen, illetve nem ilyen pejoratívan fogalmaztam, hanem hogy bár ez lenne a leggyengébb dal a lemezen, nem, az egyik legerősebb, még mindig. De még így is. Én még így is, és igazából itt akkor haltam ki, amikor hallgattam a dalt, és elsőre ugye szimpla refrén van, másodjára odaadja a dupla refrént, és a végén legutoljára megint nem. Takarodjál már! De komolyan! Igen. Komolyan, aztán utána ott a Vine-nén, ami az elején addig ütögettem a takkot a térdebe, míg rá nem jött, hogy a fő téma az nem 8, hanem 7. De úgy csavarják, Jézus Isten. Inkább Wind. Windman? Azt mondod? Én arra tippelnék. Hát akkor legyen Windman, legyen Windman, na, Infinite. Infinite, így van, nálunk ez belefér szerintem. Igen. De van még egy ilyen a lemezen, amit felírtam, a Summer Roads Come Together. Igen. Ahol van egy alaptempója a dalnak. Igen. A középrész után, a szóló után, jön a végén, utoljára, megfelezett tempóban a refrén, és aztán, amikor visszaadják a főriffet utoljára, akkor visszabasszák a tempót is. Ennyi. Ekkora zsenik vagytok! Mekkora zsenik vagytok! És itt jegyezném meg egyébként, hogy nagyon jót tett szerintem az Amorphisnak a tavalyi Silver Lake lemez, ahol Esa Holopainen kiírta magából a nem annyira amóba való dallamokat, meg uh-huh, dalokat, meg uh-huh, ötleteket, uh-huh. Mert így egy olyan sokkal koherensebb így a végeredmény.
sokkal egységesebb. És említsük meg, ha már itt a hangszeres szekcióról szót ejtettünk, ugye a Queen of Time-ról nem beszéltünk annó, csak az évvégi listán kapott pár szót, pár méltató szót, de említsük meg azt, hogy 2017-ben visszatért az eredeti basszer Oli Pekka Laine, és így előállt az a furcsa harci helyzet, hogy időszakos kalandozások után, de mind a négy alapító hangszeres együtt játszik az Amorphisban 2017 yep. óta, és azért az ilyesmi hallatszódik is. Csak ugye Santeri Kallio billentyűs, és Tommy Utzon énekes érkezett. Később Kalliónak egyébként jobbára az ilyen folkosabb hatásokat köszönhetjük, bár itt most annyira nincsenek folkos hatások, mint a Queen of Time-on, szerintem ott több volt belőlük, de finn zenekartól én még olyan keleti hatású középrészt, amitől elhiszem, hogy egy szerályba vagyok, és csörögnek az érmék a hastáncos bulákon körülöttem, mint az On the Dark Waters-ben van, olyan középrészt finn zenekartól bazd meg, én még nem hallottam. Ez kész. Kifekvés van. De egyébként most a billentyűs szerintem most egészen háttérbe volt vonulva. Tehát mindenhol kb. Csak annyit, amennyit kell, vagy muszáj. Nem tudom, hogy melyik volt inkább. De néhol, mikor ugyanazt billentyűzi, amit a gitár játszik, ott azt nem feltétlenül értettem, mert nem klasszik uniszóló volt, ugye mindenki azt játsza, hanem csak egy ilyen billentyű lead gitár. Viszont maximálisan tudom respektálni azokat a zenészeket, akik érzik és tudják, hogy hol kell előtérbe vonulni, és hol kell háttérbe vonulni. És ilyen szempontból szerintem hatalmas respekt tényleg a Kalliónak, hogy nem klimpírozza szét a lemezt ala, ugye vursli hangzás, meg mit tudom én micsoda, Jordán, igen. Hanem tudja, hogy hova... Mit és mennyit mit kell. És mennyi elég, így van. Hát ugye a Queen of Time jobbára az ő lemeze volt. Tényleg tiszteletre méltó, meg becsülendő, hogy nem szaggatta itt az Istenagot, hogy most akkor is én! Hanem... Nézd meg az is, mekkora átment, jó lesz ez! Mert még nincs! Igen. Vaja. Még a háttérről egy pár szót egyébként, hogy kerültek az Atomic Fire kiadóhoz. Ami lényegében Nuclear Blast. Igen. Nem a jogutódja, hanem az eszmei továbbvívője. A lényeg az, hogy a Nuclear Blastot, vagy Blastet, inkább, fölvásárolta egy francia konzorcium pár éve, és az alapító Markus Steiger új céget alapított Atomic Fire néven, mert hogy az így francia fennhatóság alá került, illetve francia többségi tulajdon alá került eredeti Nuclear Blast, inkább a digitális eladásokra óhajtott koncentrálni, az Amorphis pedig még néhány olyan zenekarral, akiknek fontos, akik főként a fizikai lemezeladásból tartják fönn magukat, például Udónak a szóló, Udo Dürschneidernek a szóló csapata és még páran. Igen. Átmentek az Atomic Fire istálóba, producer pedig Jens Bogren, akit ugye biztos a Berezki Zoliék lelkendeztek róla, nekik a Holopainennek valami sörözés alkalmával, vagy egyéb. Valószínű. Szóval az Amorphis csúcsformában van, nem vártam tőlük igazából rossz lemezt, gyenge momentumokat sem, és nagyon örülök, hogy egy megbízható csapat létére minden várakozásomat teljesítették, és ez így kerek. Nagyon-nagyon jó, hogy nem álltak be erre az egy-két évenként, és hogy még a karantén időszak alatt sem mondták azt, hogy jó, akkor mit csináljunk, lemez? Két hónap múlva jön a lemez. Ja. Nem, kivárták ők még úgy is az egészséges időt, és abszolút szimpatikusan működik. Szerintem a szintén egyik legszimpatikusabb zenekara. Az Amorphis. Mindennel együtt, komolyan. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ez a lemez olyan lett, amilyen lett, és hogy nem kellett hatalmasat csalódnom úgy szenékben. Ennyi. Nice volt, srácok, ez az. Srácok, nagyjából ennyit gondolunk, főként a kolléga az Amorphis új lemezéről, de egyébként maximálisan be tudok állni mögé, mert
Tehát te... Téged is behálózott. Behálózott, jó van. De a... Nem, tehát amikor mentünk hazafelé és hallgattuk, én már ott is mondtam így a lemez közepe felé, mikor elértünk, ez is kurva jó, az is kurva jó, meg az is kurva jó, úgyhogy én maximálisan be tudok állni a mögé, hogy tényleg egy bivajerős lemezzel jöttek. Köszönöm ki szépen. A fi... Tám még a te listádon is rajta lesz. Meglátjuk, mi jön még idén. Már azért én már elmentem a Rollo Tomassira meg az új Avrilre, úgyhogy lesztek azért még itt meglepetések, de azokat majd legközelebb kitárgyaljuk, egyelőre ennyik voltunk mára, legközelebb megjövünk. Igen? Írjál, iratkozzál, Gloria Estefan! Sziasztok!